Lemondásra szólította fel az Erdélyi Magyar Néppárt vezetőségét Sorbán Attila a párt választmányi elnökeként aláírt közleményében. A néppárt szerint Sorbán jogtalan címhasználattal élt. Csúfos vereséget szenvedett az Erdélyi Magyar Néppárt a vasárnapi helyhatósági választásokon, fogalmazott a sajtóhoz eljutatott közleményében Sorbán Attila, aki választmányi elnökként írja alá a dokumentumot. Felszólítom az Erdélyi Magyar Néppárt jelenlegi vezetőségét, hogy azonnali hatállyal mondjon le, és tegye lehetővé a tisztúító kongresszus összehívását, írja a nyílt levélben. Véleményével gyakorlatilag ellentmond Szilágyi Zsolt pártelnöknek, aki nagy vonalakban elégedettnek mutatkozott a választások után. Arányaiban azt a formát, azt az erőt, azt a százalékot sikerült tartani, amelyet 2012-ben a magyar pártok közötti versenyben sikerült megszereznünk. Kevésbé értékelik pozitívan az LMNP szereplését politikai elemzők. Arra a kérdésre, hogy ezek után van-e értelme annak, hogy a néppárt induljon az őszi parlamenti választásokon, tekintve, hogy gyakorlatilag semmi esélye teljesíteni az 5%-os küszöböt, meghívottunk így értékelt. Szerintem nincs semmi értelme. Itt ez egy befejezett fejezet kellene legyen. De hát erre nekik kellene, ők kellene felismerjék ezt a realitást. Sorbán Attila közleményére reagálva a néppárt sajtóirodája válaszolt, szerintük Sorbán jogtalan címhasználattal élt, ugyanis 2015 májusa óta nem tagja az országos választmánynak, csupán egyszerű párttagként fogalmazhatta meg véleményét.